Mékvíz. El ne süllyedj! Jó szelet, vitorlákat fel! Olajos István kvíztengernagy köszönti Önöket, vetélkedünk zászlós hajójának parancsnoki hídjáról. Isten hozta kedves nézőinket nyíregyházi újabb elődöntőnkön. Játékunk a Mékvíz, a hagyományos műveltségi vetélkedők és a torpedó kereszteződéséből született. A csapatok egymással játszva hajókat szeretnének elsüllyeszteni, de csak akkor lőhetnek egymás hajóira, hogyha egy kvíz kérdésre helyesen válaszolnak. Ebben az elődöntőben is három játékos csapatunk van, kit köszönhetünk a zöld hajóban. Szegfű Tibor Péter vagyok, a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumból jöttünk, a biológia és a kémia iránt érdeklődöm, és orvos szeretnék lenni. A nevem Vasas Bence Barnabás, Tibivel osztálytársak vagyunk, engem a fizika és a matematika érdekel, és mérnök szeretnék lenni. Jó hajózást kívánok Önöknek! Köszönöm! Isten hozta a sárga hajó matrózait. Kik Önök? Nyíregyházáról jöttünk, az 5-ös József gyakorló általános iskola és gimnáziumból. Orosz Mercedes vagyok, és érdeklődöm az irodalom és a filmek iránt. Engem Tolnai Flóriának hívnak. A fizika és a matematika iránt érdeklődöm, és a későbbiekben mérnök szeretnék lenni. Jó hajózást kívánok Önöknek! Köszönjük! Köszönjük a piros csapat tagjait is! Én Papovics Kinga vagyok, a Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumból érkeztünk. Érdeklődöm a művészetek, matematika, fizika iránt, és építészmérnök szeretnék lenni. Én Késztó Fanna vagyok, mi folyamtársak vagyunk, és én a természettudományok iránt érdeklődöm, és a zenei. Kedves nézőink, a piros csapat tagjai emlékezetes nagy csatában lettek másodikok az egyik elődöntőben. A legjobb második csapatként Vigaszágon jutottak ebbe az elődöntőbe. Nézzük a kérdéseket. 2 pont jár egy jó válaszért, és hogyha célba találó lövés, újabb 1 pontot szerezhetnek a csapatok. Zöld csapat, az Önöki az első kérdés ebben a játékban. Mai tudásunk szerint melyik népnek köszönhetjük a betűírást? A rómaiaknak, a föníciaiaknak, a görögöknek, vagy az akkádoknak. Föníciaiak. Kétőnél nagyon jó válasz, alaposan megfontolták, de igazuk is volt. Hová, melyik csapat hajójára lőjünk? A pirosakat szeretnénk lőni, a Cecília 3-as. Talált. Már rögtön az első lövés talált, és el is süllyedt egy picike hajó. Gratulálok, és sikeres folytatást kívánok Önöknek. Sárga csapat. Kinek nem volt kortársa Kempelen Farkas, a sakkozó török készítője? Mária Teréziának, második Józsefnek, második Lipótnak, vagy Ferenc Józsefnek? Legyen Ferenc József. Jó. A D. Ferenc József. Kétünknél nagyon jó válasz. Melyik században élt Ferenc József? 20. század. Az egy kicsit túlzás. 19. 19. század, így van. Kempelen Farkas pedig a 18. században. Egy picit átnyúlik az élete a 19-re, de valóban nem voltak kortársak. Nézzük a lövést. A zöldeket szeretnénk megcélozni, és szerintem a Dezső 3-as. Nem talált. Nem talált. 2 pont azért jár a jó válaszért. A Szent Imre középiskola kérdése. Mi volt a neve annak a szerzetesnek, akinek útmutatását követve Julianus barát eljutott Baskíriába? Otto Fráter, Dömötör, Saul vagy Kelemen barát? A B, a Dömötör. Lehetett volna. Szegeden van is egy Dömötör torony, de nem ő volt, hanem... Otto. Így van, Otto Fráter. Ismét a Kölcsey Gimnázium csapatája a kérdés. Földrajzi játék. Melyik ország nem a Pireneusi félszigeten fekszik? Andorra, Gibraltár, Portugália vagy Monaco? Gibraltár. Ez pontosan ott, hogy a szorosnál, pont a szorosnál van. Igazából nem is külön ország ez a Gibraltár, hogy a brit felségterület. Melyik az? Tudjuk-e, kedves sárga vagy? Monaco, így van. Hol találjuk Monacót? Franciaország és Olaszország határán. Így van. Sajnos most nem jár pont.
Az ötös gimnázium csapatái a következő földrajzi kérdés. Melyik a világ legnagyobb szigete? Grönland, Új-Guinea, Borneo vagy Madagaszkár? Az A, Grönland. Valóban. Sejtjük el méretét. Szerintem olyan 10 magyarországnyi. Még annál is nagyobb, több mint 2 millió négyzetkilométer. Óriási nagy sziget Grönland. De remek válaszolt, lőjenek. Akkor most a pirosokat szeretném megszívózni, és... Ez melyik? F... Ferenc 5. Nem tudod. Nem tudod. Nem tudod. Nézzük a Szent Imre gimnázium feladványát. Melyik országhoz tartoznak a Kanári-szigetek? Portugália, Spanyolország, Nagy-Britannia vagy Franciaország? Spanyolország. Kitűnő. Valóban így van, Spanyolország része. Marokkóval vannak szinte egy vonalban az óceánban. Ezek a szigetek. Önöké a lövés. Zöldeket lőnénk, és... A D4. D-es 4. Nem talált. Nem talált. 2 pont jár a jó válaszért, találatért most nem tudunk pontot adni. Felfedezőkkel játszunk. Kölcsey gimnázium csapatától kérdezem, mikori találmány a szódavíz? A 18. században találták föl, a 19. század első felében, a 19. század második felében, vagy a 20. században? A 19. század második fele. Hajszál, hiány, jó, az első felében találták fel. Ötvös gimnázium. A felsoroltak közül mi nem kell a betonba? Kevertek már beton? Igen. Remek, az nagyon-nagyon hasznos most. Homokos kavics, víz, cement vagy méz? Méz. Szerintem a dék. Nagyon jó, nagyon jó. Lőjünk valaha. Akkor megint a zöldeket szíloznánk is. Az elemér 4-re. Nem talált. Nem talált. Nézzük a Szent Imre gimnázium feladványát. Mi a neve az agyagos földből és töregből taposással készített építőanyagnak? Tömés, bertfal, vályog vagy tégla? A vályog. Valóban így van, a vályog. Nagyon jó hőszigetelő tulajdonságai vannak. Melyik csapatot célhoznak? Hát akkor a sárgákra lőnénk. A B4-esre. Talált, süllyedt. Talált, süllyedt. Ismét egy pici hajó hullámsírba került. Nézzünk egy irodalmi kört. A Kölcsey gimnázium kérdése. Ki kezdi így az egyik versét? Jöttem a Ganges partjairól. Kosztolányi Dezső, Babics Mihály, Vörös Sándor vagy Ady Endre? Babics. Lehetne Babics is, de nem ő volt, hanem sárgák, ugye? Kosztolányi. Lassan végig megyünk az összes néven. Ady Endre, a Tisza parton című verse kezdődik így. Nézzük a sárga csapat feladványát. A felesége által szerzett menlevél szerint melyik vár védője volt Jókai Mór? Buda, Pozsony, Komárom vagy Veszprém? Veszprém. Veszprém. Melyik korban vagyunk? Miért kellett menlevél? A szabadságharc leverése 1849, és a komáromi vár védői kaptak menlevelet. Klapka György éri el a császáriaknál, hogy semmilyen bántódást nem érheti azokat, akik Komárom védői voltak. Sajnos nem volt jó a válasz. Piros csapat. Melyik város ostromakkor halt hősi halált Balassi Bálint? Esztergom, Győr, Érsekújvár vagy Nyitra? Érsekújvár? Nem, Esztergom ostrománál. Sajnos itt sem jár pont, az irodalmi kör nem volt túl szerencsés. Hát, ha a művészetekkel jobban boldogulnak.
Kedves kölcsei gimnazisták, kifestette a Hunyadi László síratása című képet. Bencz Úr Gyula, Madarász Viktor, Munkácsi Mihály vagy Székely Bertalan. Bencz Úr Gyula. Is festette volna, hiszen neki is számos történelmi témájú képe van. Ezt azonban Madarász Viktor festette. Hunyadi Lászlóban Magyarországot siratja. Ötvös gimnázium. Mit ábrázol a bájői fali szőnyeg? Keresztelő Szent János életét, negyedik Henrik koronázását, Anglia meghódítását, vagy a föltámadást, a húsvéti titkot? C. Biztosan figyelték, kedves nézőink, A vagy B mondta a sárkányokat, a PAC, és igazuk volt valóban a C. Anglia meghódítását, hódító Vilmos, hogy 1066-ot írunk, és néhány évvel későbbi a bájői fali szőnyeg, hatalmas, hosszú, gyönyörűséges szőnyegről van szó. Hova lőnek? Most pirosra. A pirosra támadnánk is. A Dezső 7-es. Nem talált. Nem talált. Lőjenek vissza, kedves piros csapat! Ki a Balaton festője? Szőnyi István, Borsos Miklós, Egri József vagy Szinyei Mersepál? Szinyei Mersepál. Csodálatos képei vannak. Nagyon szép. Nem a Balatonról. Egri József lett volna a jó válasz. Nézzük a következőt, nézzük a folytatást. Kedves nézőink, a következő körben sportkérdések jönnek. Nézzük a Kölcsey Gimnázium első kérdését. Melyik olimpián nyert Egerszegi Krisztina először aranyérmet? Sydneyben, Szöulban, Barcelonában vagy Atlantában? D. Atlanta. Azt mondom, hogy 1988 Atlanta, stimmel? Stimmel. Nem, stimmel, Szöul volt 1988. Képzeljék, 14 esztendős volt Egerszegi Krisztina, és megnyerte az első aranyérmét. A következő a sárga csapaté, hát ha nekik több szerencséjük van ezekkel az olimpiákkal. A Los Angeles-i olimpián szovjet utasításra nem vehettek részt a magyar sportolók. Melyik volt az a másik olimpia, ahol szintén nem indulhattak magyar versenyzők? 1920 Antwerpen, 1924 Párizs, 1948 London, vagy 1912 Stockholm. Az A. Szerintem az Antwerpen. A. Miért pont az? Mert hogy ez a háború után volt. És? Esetleg is. Nem engedték meg talán. Igaz. Még egy picit hiányzik a végéről, hogy azért nem engedték, mert vesztesek voltunk az első világháborúban. Sajnos ez a helyzet így van. Pedig ennek az olimpiának a rendezési jogáért Budapest is pályázott, és az első körben ki is jelölték Budapestet, hogy itt rendezheti az olimpiát. De sajnos lemaradtunk. Így van. Viszont önök lőhetnek. Akkor... Lehet a szerencsét. A zöldeket támadjuk. És... Cecília 6-os. Nem talált. Nem talált. Nézzük a Szent Imre Gimnázium kérdését. Melyik a magyarok számára a legeredményesebb olimpiai sportág? A vívás, az úszás, a kajakkenu vagy a birkózás? Kajakkenu. Mindegyik nagyon eredményes, ugye minden egy abban megállapodhatunk, hogy egészen fantasztikus mennyiségű érmet szereztünk ezekben a sportágokban. Képzeljék el, 35 arany csak a vívásban, a második az úszás, 25 aranyunk van. A vívás mindent visz. Sajnos nem jár pont. Nézzük a zöld csapat kérdését. Szállóigék következnek. Ki mondta állítólag azt, hogy elég gazdag vagyok ahhoz, hogy két istennek is szolgáljak? Diocletianus császár, Nagy Konstantin, Géza fejedelem vagy Nagy Sándor?
Kéz a fejedelem. Kitűnő, nagyon jó, már ezt rendben. Lőhetnek. A sárgát lőnénk. Géza 7-es. Nem talált. Nem talált. Nézzük a sárga csapat kérdését. Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam. Második Vilmos császár, Ferenc József, Tisza István vagy Ferenc Ferdinánd. Második Vilmos császár. Kortársa volt annak, aki mondta, de nem ő volt. Ferenc Józsefnek a nevéhez fűződik, az első világháborúval kapcsolatban jelentette ezt ki. Nézzük a piros csapat kérdését. A semmiből egy más, új világot teremtettem. Lobacevszki, Bolyai János, Neumann János vagy Lénárt Fülöp? Neumann János. Nagyszerű természettudósok voltak mind a négyen, de ez nem Neumann János nevéhez fűződik ez a mondat, hanem... Bolyai János. Bolyai János, így van. János, János, csak a másik János. Nézzünk egy kis történelmet. Kölcsey Gimnázium. Hány László nevű király volt a magyar történelemben? Király. 3, 4, 5 vagy 6? 5. 5. Nagyon jó. Ki volt az első? Mikor élt? Az első. Szent László, ugye 1077-től 1095-ig uralkodott. És 5. László? Ő Mohács körül volt. Egy kicsit hamarabb. A Hunyadi a kortársa volt. Ő fejezteti le Hunyadi Lászlót, és Mátyás utána következik. A lövés igaz neki. A pirosakat lőjük. A Hugo 7-est. Nem talál. Nézzük az 5-ös gimnázium kérdését. Melyik város szülötte Szent István királyunk? Székesfehérváron született. Esztergomban, Budán vagy Jászón? Esztergom. Így van, nagyon helyes. Esztergomban született. Parancsoljanak, hova lőjünk? A zöldekre az Ferenc 2. Nem talált. Nem talált. Hát, ha a pirosoknak sikerül a találat. Honnan származik az Anjou-ház magyar ága? Nápolyból, Rómából, Verónából vagy Tarentóból? Nápolyból. Nápolyból, nagyon helyes. És a zöldekre támadnánk. A C4-esre. Nem talált. Nem talált. Üldöz a sors bennünket, nincs olyan szerencsénk, hogy találatot érjünk el. Egy kis természettudomány. Kedves zöld csapat, meg tudnák-e mondani, hogy mennyi az eredő ellenállása két párhuzamosan kapcsolt 100-100 ohmos fogyasztónak? 50 ohm, 100 ohm, 200 vagy 10.000 ohm? Mert hogy úgy számoljuk ki, hogy... Összeadjuk a két ára... A sorba kapcsolt fogyasztók. A sorba kapcsolt. De mi van a párhuzamosan? A reciprokaikat. Igen. Párhuzamos. Így van. Vagyis, ha egyszerűbben akarom kifejezni, akkor összeszorzom őket, és aztán elosztom az összegükkel. És így jön ki az 50 ohm. 50 ohm lett volna a jó válasz. Kedves sárga csapat, mit nevezünk egy csillagászati egységnek? Egy fényévet, a nap és a föld átlagos távolságát, a föld és a hold átlagos távolságát, vagy egy esztendőt. A nap és a föld átlagos távolságát. Kitűnő. Nagyon jó válasz. Ez mekkora távolság? 180 millió. 150. 150. Így van, 150. De a nagyság nem tökéletes volt, így van, 150 millió kilométer. Parancsoljanak, hova lőjünk? Akkor most már a zöldek. A D... 6. Nem talált. Ez sem talált. Rendkívül jól erre tették a kaptájánkat, gratulálok. Kedves piros csapat, hol épült Magyarországon az első csillagvizsgáló?
Piszkés tetőn, a Gellért hegyen, Ógyallán vagy Bakonybélben. A Gellért hegyen. Valóban a Gellért hegy oldalában ott van most a Sánc utcában a csillagvizsgáló, az Uránia csillagvizsgáló, azonban nem ez a jó válasz, Ógyallán épült. Ma Szlovákiában található ez a kis település, Konkoly-Tege Miklósnak a nevéhez fűződik a csillagvizsgáló megépítése. Kedves nézőink, ennek az elődöntőnek az utolsó köréhez érkeztünk. Egyháztörténelem, vallástörténelem ebben a téma. Kölcsey Gimnázium. Meg tudnák-e mondani, hogy melyik az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend? A bazilita, a pálos, a verbita, vagy az irgalmas rend? A pálos. Valóban a pálosok. Kinek a nevéhez fűződik? Pedig tudom. Egy boldog Özséb nevű rendetének a nevéhez fűződik, de jó volt a válasz, úgyhogy lőhetnek. A sárga csapatot lőjük, és az elemér ötös. Sárga csapat, van-e ott valami? Semmi. Semmi sem. Nézzük az ötvös gyakorló gimnázium kérdését. Bileám prófétához melyik állat szólt a Szentírásban? Ló, összvér, szamár vagy deve? A B az összvér. Összvér. Ismerik azt a mondást, hogy áll, mint bálám, összvér. Nem. Hanem szamara. 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 Történt ugyanis, hogy a szamár látta a kivont karddal álló angyalt, a próféta viszont nem, és akkor szólt hozzá, hogy azért nem tud tovább menni, mert itt egy angyal. Nézzük a piros csapatnak az utolsó kérdését, a Szent Imre Gimnázium ezzel fejezi be ezt a játékot. Hol őrzik Jézus halotti leplét? Milánóban, Torinóban, Rómában vagy Nápolyban? Torinóban. Torinóban, így van, Torinó lepel, így is szokták emlegetni. Hát, ha eltalálják, és akkor minden jó, ha a vége jó, valamelyik ellenfél hajóját. A zöld csapatot szeretnénk támadni, és a G3-as. Géza. Nem talált. Nem. Nagyon kíváncsi vagyok, veszem, hogy hová helyezték a hajójukat. Hihetetlen jól eldugták a játékmezőket. Kedves nézőink, elődöntőnk végén számoljuk össze a pontokat. Találatokban nagyon szegény volt ez az elődöntő, kedves nézőink. Összesen 2 találat született az egész adás alatt. Az egyiket a piros csapat vitte be, a másikat pedig a zöld csapat. A piros csapatnak egyébként 4 jó válasza volt, ezzel 8 pontot szereztek, az egy találat 9 pontot jelent. A zöld csapatnak szintén 4 jó válasza volt, és egy találat szintén 9 pontot szereztek. A sárga csapat ellenben 7-szer válaszolt helyesen a kérdésre, igaz, ők semmit sem találtak a kérdésben, de a 7 jó válaszok 14 pontot ért. Ebből az elődöntőből a sárga csapat jutott a középdöntőbe. A középdöntőben miskolci és kecskeméti középiskolásokkal találkoznak, ha azt is megnyerik, eljuthatnak a döntőbe, amelynek fődíja egy olaszországi utazás. Reméljük, azt az adást is együtt nézhetjük majd. Viszontlátásra!